Szevasztok! Szép napot kívánok! Ismét itt vagyok. Egy pici módosítás elítottam ott a streambe, úgyhogy kicsit tesztelünk is, ilyen-olyan bugok még előfordulhatnak. De remélem azért látható és hallható vagyok. Úgyhogy, ahogy a címből is látjátok, ti kértétek rovat, és hát... Hát fogalmazok úgy, hogy hát nem a legjobb játék lesz, amit valaha játszottam már, mint abban az értelemben, hogy... Na szóval értitek. Tehát... amit hallottam, hogy ez egy nehéz játék, de azért megnézzük, hiszen amellett, hogy nehéz, azt mondják, hogy nagyon jó, és tényleg érdemes vele küzdeni egy kicsit. Aztán majd meglátjuk persze, meg hát egyébként is ugye ti kértétek, szóval muszáj is vele játszani, de tudjátok, vizsgán majd találkozunk, és akkor majd én kérek. Nem, csak viccelek. Jó, rendben van. Na, úgyhogy tényleg újra itt vagyok. Ahogy látom, működik minden. De ha nem, majd szóltok. Oké, és itt van a game. Így van. Úgyhogy, ahogy mondtam, tehát sok minden nem tudok a játékról. Azt azért leszögezném. Bele-bele nézegettem egy-egy videóba. Bele-bele nézegettem. De nem igazán ismerem úgy a sztorit, meg úgy az egész, egész dolgot. Szóval... kezeljétek úgy, hogy hát, tehát, na, tudjátok. Meg amúgy sem vagyok egy nagyon ügyes gamer, szóval, na, de hát mindegy, meglátjuk majd, ahogy sikerül. Szevasztok közben, sziasztok, jó póló, köszi, köszi. Bár a játék is olyan jó lenne, mint ez a póló, de szerintem hamarosan jobb lesz, és akkor egyébként megint elő fogom venni magát a játékot. Rémiás. Oh, ne is mondd. Ez a legkellemetlenebb? Na, hát akkor tök jó, hogy ezzel kezdjük. Nézzük is. Oké. Okay. Hát itt beállígatjuk, amiket én már megcsináltam az imént. Kontrollerre játszunk, mert hát mivel? Na, és akkor adjuk nevet. Működik a... Így van, ugye Aladár, ez egy remek név. És... mindegy, legyen férfi. Oké, ennek rész... hát... részben utána néztem, hogy ez miért érdekes. Én alapvetően... de majd mindjárt mondjátok, hogy szerintetek jó ötlete. Én az erőre és az állóképességre akarnék. Ami nem nagyon ismerem, tehát... fogalmam sincs. Azt tudom, hogy ami pár videót néztem, hogy meg ilyen mémeket, hogy sokat dodzsolnak, ugye? De ugye a stamina miatt szerintem érdemes lenne, de mondom, megint csak tippelek, meg ilyen feltételezésekbe bocsátkozok. Meglátjuk. Szóval nyomjunk egy ilyen banditet. Aztán, hogy jó ötlete, ezt majd megmondom egy pár óra múlva. Lehet akkor sem fogom tudni egyébként. Na és akkor itt vannak ilyen giftek. Ez mondjuk hasznosnak tűnik. Ez még hasznosabbnak tűnik. Ez a bomba szerintem.
Fizik, hogy mennyire legyünk combosak. Egy kis mosófej. Hát intellektuálra nem biztos, hogy érdekes most itt. Nem tudom, nem tudom. Átlagos. Ó, persze. Oké. Jó, sima ilyen. Nem tudom, amúgy van-e bármi jelentőség ebben a játékban ennek. Tudom. Azt mondod, hogy DS3 jobb ilyen szempontból. Szia! Oké, de kezdjük el. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Kicsit halk a game, majd adunk rá hangot. Szerintem nektek is halk egy But kicsit. then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Úgy segít, Adri. Köszönöm a szép szavakat. Amongst the living are seen
carriers of the accursed dark side. Köszönöm az infót. Mindent értettem. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Rémiás az, az így nincs. Néztem ilyen, egy-egy ilyen speedrun. Sok élvezetet nem láttam benne, bár biztos komoly teljesítmény. De... Ja. This is your fate. Ezek a komink vagyunk? Elvileg. Ez egy bomba. Tanulom az irányítást, hogy hogy is van. Tök jó amúgy, hogy Xbox kontrollerre írja ki, hogy mit kell nyomni. Én meg PlayStation kontrollerre játszok. Semmi probléma. Oké, van itt egy pulcsunk. Oké. Oké. Azt hiszem értem. Azt hiszem. Jó. Jó, menni fog ez. Kicsit olyan fura, de majd meg kell szokni. Target lock, amit én ilyen csak kiállok. Mondjuk valószínűleg nem haszontalan, de oké. Eddig jó, bár talán a tutoriálon azért túl jutunk. Ez a bonfire rendszer, ezt olvastam. Oké. Okay. Jó, hát menjünk tovább.
kezdődik. Hova? Oké, megvan a dodge, ez nagyon fontos. Nem fura az irányítás. Az első meg is volt. Jó. Hát szokni kell, maradjunk annyira. De... És miért itt kezdünk amúgy? És lehet, hogy én nem értem. Hű. Tesztelni kell, oké. Jó. És akkor gondolom legközelebb innen folytatjuk. Meglátjuk. Igyekszem nem meghalni. Jó lesz. Meg kell szokni egy kicsit. De jó lesz ez. Jó, és akkor innen folytatjuk. Oké, oké. Sebeztem. Nem sebzem. Ez mitől van? Robbantanám, csak most már nincs bombám, az a baj. Csak az volt a fura, hogy ütöttem a karddal és nem sebeztem. Az, annak mi lehet az oka? Ja, mert csak el kell menekülni. Oh.
Jó. Ez most csalásnak számít? Olyan fura volt, hogy belevertem kettőt a ezzel a hát kard. Nem mondanám ezt kardnak. Get your shield. Az mi? Oké. Jó, rendben van. Föltettük, és akkor... Oké. Okay. Oké. Értem, mindent értek. Hova szaladsz? És elmegy. Na, van egy kicsi. Meg lesz. Meg lett. Megnézzük, hogy itt hagytunk-e valamit. Nem. Akkor menjünk tovább. Tehát arra vetődik, amelyre... Jó. Jó, akkor nem menjünk fel érte.
Jó, meg lesz ez, csak bele kell jönni. Ja, a szívósak. Ja, nagyon tombosak a enemik. És most visszajöttünk ide. Oké, mindent értek. És akkor most már van itt erre egy rövidebb út. Ide. Nagyon jó. Jó, gondolom, erre kell tovább jönni. Szevasz. You. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou Ez shalt náluk egy bondás? Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. A kardodat kérem. An Estus flask. An undead favorite. Hát ez is jó. Mire jó ez? Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now, and thank you. Kardját ide adhatta volna. Jó, menjünk tovább. Ó! Oh. Mindent értek. Jaj! Kérem ezt akar. Ahogy látom, a stamina az igen fontos lesz szerintem itt. Mert hogy
Minden staminát fogyaszt. Jó. Na, most már mehetünk tovább. És akkor így két kézzel fogja meg a... oké. Egy nem volt elég. És még... még lőttek is. Hú, Windorf, hát... biztos, hogy benne, hogy nézni kell. Na jó, menjünk. Elvileg most már ki van nyitva. Fönt itt... igen, József. József megint itt van. Hagyd már abba! Jó. Szuper, szuper. Stopsoros. Köszönöm szépen a 8 hónapot. Üdv neked is. Szevasz. Most fogok nekiülni a Witch API-nak. Pontos dátumot még nem tudok. Egy pár hét még kell, mire úgy előkészítem, meg úgy összeszedem. És akkor utána mindenképpen nyomjuk. Egy picit utána kell néznem. De nyomjuk. Windorf, igen, ez a remaster. Amúgy örülök, hogy itt vagy, mert akkor legalább tudsz nekem segíteni, hogyha... ha lennének gondok, szerintem lesznek. Ezt már nem értem, hogy...
Resting and Bonfire Revise Emblem is oké, így akkor már világos. De ez itt nekem most miért nem akar? Vagy rosszul csinálom? Amúgy tök jó, hogy el tudom olvasni a tutoriál szövegeket. Nem az van. Akkor. Jó. Igen, heal, az kéne. De akkor az mindig van 5. Vagy hát amennyi. Igen, az újra termelődik. És akkor ezzel tudok healálni, nagyon jó. Jó napot!
Oké. Krimiás kérték a hallgatók. Tehát redeemelte valaki. Meg amúgy is meg akartam nézni. Hát mondták, hogy hát kihívás a játék. Meg egyébként is nagyon jó játék. Aztán úgy voltam vele, hogy ha már én is meg akarom nézni, megkértétek, akkor menjen streambe, ahogy bénázok. Így van, a hallgatókért bármit. Kértétek, hogy játsszak vele? Behind an enemy critical hit, oké. Okay. Barry. Mennyivel egyszerűbb lenne, nem keverném a balt a jobbal? Oké. Okay. Nem tudom, hogy itt időzíteni kell a perit, vagy csak hát simán. Opa. Bassz. Windorf, itt minden szabad. Á, mármint, hogy backseatelni szabad, maradjunk le. Most én nem folytatjuk. Jó, tudom. Nem kell meghalni, és akkor az. Na baszki. Most tök jó, hogy hárman vannak. Jó. Kakó Duncan, most vagyok még a játék elején, aztán itt még ennyit kaptam. Nem emlékszem, hogy ott hagytam volna valamit valahol. Mondom, még tényleg a tutoriát csinálom. Valóban rossz ez a kard, bocsánat. De szerintem ennek a tutoriának az a lényege, hogy ezeket az alapmúvokat. Igen, tehát hogy ez
Ezt gyakoroljuk. Ah, és ha elfogy a stamina... Oké. Okay. Jó, értem. Mindjárt megnézem Kakao Denken amúgy. Amúgy tényleg gyanús, hogy... Kis, random zombik így. Nem is zombik ezek, mik ezek? Zombik a Last of Us-ban vannak. Nem látok, de szóljatok, hogyha... Mert ez a inventory... Így... Kakao Denken pontosan, meg kell keresni. Így van. Jó. Hát akkor... Menjünk tovább. Gyertek! Nem tudom, mit csináltam. De komolyan. Most jobban ment. A jól időzített Perry. Oké. Jó. Tehát akkor időzíteni kell a Perryt is. Nyilván, mert hogy... Tehát ezek mellett elfutnál. Megértelek amúgy.
Nem vettem még fel, jaj. Na, akkor te következel. Megint előről. De az a baj, elfutok mellettük, oké, csak jönnek utánom. Tehát itt erre én nem láttam fegyvert. Sehol. De szóljatok, hogyha folyosó lesz balra. Vagy látnom kéne. Hát itt semmi lesz. Itt nem látok semmit. Jó. Meg itt van ez a derékvitéz, pontosabban itt volt, az előbb beszélgettem vele. Jó, hát akkor elmegyek mellettük. Elmegyek mellettük, mi? Na, gyertek, fiúk! Olyan nagyon fokat sebzek. Hogy lent kell menni, ott az a nagy bifla izé van. Már hogy úgy érted, hogy itt lent? Valami összehúzódás van, azt mondja. Erre gondolsz, vagy? Yeah.
Oké, hát ez jobb lesz. Hát a 20-nál több a 95. Na, próbáljuk is ki. De belassult József. Na, hát ezzel jobbat ütünk. Erre is erre. Micsoda nyilat van neked, Rémiás. Na, bazd meg. Bocsánat. Még arrébb is rúgom. Hát így, igen, így azért könnyebb. Mondjuk ha béna vagyok, akkor mindegy, tehát. Így határozottan. Neked nem érte. Ez még ő is ott ivott belőle. És arra kell menni, hanem gondolom erre. Rémiás, ezek veszélyes dolgok. Köszi kakaódánken. Miért van zene? Ah! Ezért van zene. És akkor most már itt... Nem, újra vissza kell menni. Oké. Azt meg sem nagyon kell. Jó.
Gondolom ezelven a pajzs nem sokat ér. Oké. Hello, para. Köszi. Tengermély tiszteletem neked is. Igen, Kakó Duncan, csak én ezt nem tudtam. De jaj. Gondolom... Mondjuk ez ellen az enemy ellen a pajzs nem sokat segíthet volna. De hát meglátjuk. Hát mi dalod, hogy teljes végjátszás lesz-e? Ezt nem tudom most megmondani. Játszunk vele, ha tetszik. Hát addig játszunk vele, amíg tetszik. Maradjunk annyiba. Köszi Kakó Duncan. Hello Margoly. Szia, üdvözöllek! Jó. És akkor itt majd gondolom lehet valamit csinálni, gondolom azért van ez a menü. De egyelőre csak elmenni lehet. És akkor most... Erre mehetünk tovább. Igen, itt volt ugye, hogy menekült a... Ja, ezért nem vettem észre a... Axot, mert... József itt menekült. Hát para nem, hát azért küzdünk vele egy kicsit. Ó, és közben Mark Boy. Köszönöm szépen a 13 hónapot. 13. Ez igen. Az már nem kevés. És hogy mi ez a Souls game? Kérték a hallgatók, hogy redeemelték ezt a gémet. Így akkor játszunk vele. Ők kérték, hogy játszak ezzel. Én meg majd valami meglepetés dolgot kérek tőlük vizsgálni. Csak tudnám merre kell menni. De szerintem arra... Igen, tudom. Valószínű azt a kulcsot vettük el ettől a pufi rizsától.
Hát vagy nem. Igen, itt le is írja, hogy van az a plunging attack. Oké. Mögötte critical hit. Oké, perit megnéztük. Mi az a vizsga már boly? És most lesz prop 2 vizsga. Azt még nem tudom, hogy, de meg kitaláljuk. Tehát most csak én nem látom, hogy merre kell menni. Hát a prób egy vizsga az, az egy élmény. Főleg nekünk oktatóknak. Na mit ír? Good job, kösz. Nem, tényleg lesz. Nem úgy, nem olyan értemben egy vizsgaidőszak, hanem valami olyasmi. Majd még kitalálom pontosan. In the ancient legends it is stated. Köszönöm, szóltatok. One day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. Csak nem lesz jó itt a kamera. Bugol a háttér. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are actually two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead. Ez a segítséged?
És akkor itt lehet dolgokat csinálni. Márból lesz egy ilyen rész is most. Tehát programot kell írni. Mi meglepő. Na, de mindjárt itt megtanulmányozom, hogy mi van. Mi van? Mi van? És ezt én hol látom, hogy mennyit tudok ráadni? Csak úgy nyomkodom, mi? Srácok, ebbe segítsetek, hát ha van itt szakértő, hogy a... Ja, ezekre tudok adni. Bocsi, tehát ezekre tudok adni. A középső az a... Látom a fegyverek, hogy mik vannak. Különböző statok. Ja. És akkor... X Souls. Required Souls. Aha. És nekem van... Ó, oké. Jó, tehát van, hogy mennyi Souls-om van és mennyi kell. Tehát ahhoz a szinthez, amit akarok, ahhoz mennyi kell. Értem. Szuper. Köszönöm, Márboly. Köszi. És az Endurance... minden mehet a gyorsaságra, a vetkőző... Hát, Márboly, nem. Azért az... Néztem ilyen mémeket, de... Én a staminára adnék. Lehet, hogy ez most eretnekség. Az meg az Endurance, ugye? Para. Egyetlen egy jó magyarítás van, amit ismerek, az a Witcher első része. Hát, adunk erre egy kicsit, meg Strength-re. Menjen Vitality-re is. Aztán meglátjuk. Igen, Márba, én is erre gondoltam, hogy a strength, nekem a izé szerintem kulcs lesz a stamina. Jó. Indul. Ez még nem tudom mi. Versailing. És se tudom mi. De majd menet közben kiderül. Oké. Menjünk. Na mindig, szóval a lényeg, hogy lesz két része ennek a PROC 2 számunkérésnek, legalábbis ez a terv. És az egyik a... programot kell írni, sajátot. Tehát egy actual programot, ami csinál valamit. A másik része meg, hogy... Én kis Java programozás. Azt hogy csinálta? Nem ért vele sokat, de jól nézett ki. Kitüzel.
Fölvettem? Gondolom. Fölvettem. Jó. Válaszolok, csak igen erre. Rémiás, erre most még nem tudok válaszolni. Folyamatban van, hogy jó legyen. Laborok valószínű offline lesznek, tehát rendesen. A többit meg még... Küzdök. Igazából... Chadit Adri, itt a vizsga az, tehát ugye gyakorlati egyes a tárgy, szóval ugye az utolsó hét környékére kellene. Hogy leült? Gyere ide. Ez milyen counter? Még akkor nem lesz gáz. Annyi lesz, hogy a programot a laborvezetőnél kell védeni. Programozásból meg nálam. Az fejbevert. Szóval ennyi lesz a különbség. Itt a programozás számon kérés, nem tudom még pontosan, hogy lesz. Mert ott ugye mindenkit nekem kéne vizsgáztatni. És az még most nem pontosan látom, hogy működjön. Az micsoda? Nem akartam megzavarni, uram. Ez engem most meg akar enni? Sedit Adri, nem. A dolog java az a...
az a programírás lesz. Szóval a fél év 50-60% az a programírás lesz, tehát a jegynek a 50-60% az a program lesz konkrétan. Ez sose sikerül közbeütnöm. Gyere! Száz 150 ember nekem semmi, már bajaszom, de... Hát... Az a baj, hogy... Tehát ez ilyen külön időpont kéne, meg... Szervezési szempontból is nehezen látom ezt most. Kitalálom valahogy, hogy hogy legyen. Az 50-60%-ot ezt úgy tényleg szó szerint értem már, mint megbeszéljük majd ezt nyilván. Hogy lenne ez jó. De itt az óraszámra is vigyétek, tehát egy olyan programot várok, amiben olyan... Hát olyan 60-70 óra munka van. Na, most ennyi sikerült a Perry. Most nem. Most se. Gyakorolni kell majd ezt a Perryt. Ja, de ilyen dobálós vagy. Baládákban szokott lenni valami. Hát, Sedit Adria, a elméleti számonkérés az így nem igazán valamennyi lesz nyilván, de ott is programkódot várok. És valószínű egy könyvbeli program, így van, hát vagy ilyen alap bevezető Java, tehát a Java alapjai, vagy Python, ugye attól függ, hogy mit húzol, vagy, és akkor ott a Java-nál lesz ilyen Java alapjai, lesz egy Java FX-es GUI-s program, ami lehetőleg ilyen multithread, bár mondjuk a MVC miatt már eleve az.
Jó, tovább ment. Lesz egy Android app, ami... Hát, tudom, hogy a Android appra a Java már nem a legjobb. De ja. Tehát egy Android app. Mit csin... Pythonba meg... hát egyrészt... valószínű lesz egy... ilyen gépi tanulós... valami. Még egyelőre nem tudom mi, hogy ilyen object detection vagy valami. Meg lehet, hogy valami webes dolog is. Hát azt majd még meglátjuk. Meg Java-ban lesz ilyen springes példa is. Tehát ilyen Java EE jellegű valami. Hát, már baj az az igazság, hogy tudunk szintet lépni. Hát. Ezekre adunk egy kicsit, de majd csak kéne a többire is. De majd meglátjuk. Szóval, mint hogyha valami olyasmit olvastam volna, hogy most már egyre inkább a Kotlin lesz az Androidnak a nyelve. Aminek én annyira nem örülök, de fene se tudja, hát mindegy. Mi most Jávába fogjuk nézni, mert Jávát kell tanulnunk. Anyád, bocsánat. Mindent értek. Shadit Adri nagyon jó buli lesz, hidd el nekem.
Hát, hogy elvánk mindannyian szeretni fogjátok, szerintem. C++ után az... Szerintem... Opa. De ezekben a ládákban nincs semmi. Töröm össze a ládákat. Amiket le lehet menni. Láttalak te kis huncut. Ez a spájz. Ja, nem erre lehet érni. Igen, igen, most a, ugye adtunk egy kicsit a strength-re, és akkor most már azért úgy... Aha. És akkor ide lehetett följönni. Van itt fall damage? De van. Hogy már abba. Valakinek nagyon szaladgál. Amúgy én megyek össze-vissza. Ezt már fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Ami nem jó. Megint itt vagyok. Rossz gomb. De nem baj. Jó. Behíleltem már. Jó. Próbálok rájönni így a játékmechanikára. És itt Adri, van-e map? Hát mondjuk ez egy jó kérdés. Intelligence. Kell itt intelligence? Okay. Jó, szuper.
De én nem láttam mapot amúgy. De lehet, hogy majd lesz. Ez nem kizárt. Hello, Kekerényi, szia! Na, akkor most jöjjünk erre. Csak már az előbb amarra mentünk. Hogy itt mi van. Hangokat hallok. Ezek a God of War-ban mindig van ezekben a vázákban valami. Érdekes. Mi történik? Kekerényi, össze kellett szednem magam így a fél év végére. Hát a fél év elég húzós volt, meg volt egy csomó dolgom. Azért tűntem el, de most már úgy nagyjából itt leszek. Nem jelenti az, hogy kevesebb dolgom van, csak most már tudok időt szakítani a játékra is. Programozási feladat persze jöhet, meg játékok is jöhetnek. Tehát játék kérések is. Ott egy kurva nagy madár. Már bocsánat. Lovász B. Köszi az infót, hogy nincs map. Az, hogy kívülről tudod az egész világot, az meg... Az igen. Őszintén szóval nem tudom, hogy... Hogy nekem most itt kellene lennem. Mármint, hogy... Erőseknek érzem ezeket a csontikat. Nem megyünk ott föl. Fölmegyünk ott a lépcsőn. Megnézzük, hogy erre mi van. De lehet, hogy arra kell tovább menni. Meglátjuk.
Ja, valószínűleg arra kell menni. Most még elnézek emelre is. Gesture. Nem érdekli. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hát legyen úgy. Én se szeretek különösebben emberek között lenni. Mármint nem úgy értve, csak hanem muszáj, persze. A loot az fontos. Egyelőre még nem tudom, hogy mire jók ezek, de majd idővel biztos kiderül. Erre gyerünk tovább. Ah, és csak ide lyukadok ki a temetőhöz. Hát kekerényi. Nem tudom, milyen a 3-as metrónal szalódni. Szerintem a 3-as metrón még soha nem utaztam. Amúgy. Megunták. Meg gondolom, ilyenkor nem kell újra összeszedni. Jól gondolom. De nekem most nem kell újra elmenni kinyitogatni azokat a ládákat. Mert azok megvannak, ugye? Bomba. Igen, igen, köszi, köszi. Köszi, Mark. Az jó, mert ettől kapok hülyét a... Hát más játékokban ilyen Witcher meg... Most például játszok a Kingdom Come Deliverance-el, hogy meghalsz, és akkor megint mehetsz újra. Értem, köszi Márboly. Nagyjából értem, maradjunk annyiba.
Kekerigi, ez egy nagyon fura kérdés, ha érted. Csontra ezek nem döglenek már meg végre. Hát... nagy nehezen. Ó. Észre se vettem a fiúkat. Ez ilyet is tud? Már csak egy van. Hogy undead. Ez a... mégse halott, vagy... nem tudom, biztos jól lemagyarosították. Na baszk. Nem lehet, hogy mégse... van, hogy alig látszik az életsíkja.
elrontottam. Szomorú. Ott valami nagyon jó lút lehet, hogyha egy ilyen nagy izé őrző. De miért erre jövök? Elfogy a staminám, és akkor átudja a stance-t. Türelmesebbnek kell lenni. Mondom én, erre bele, úgy kezdem, hogy beleverek négyet. Hűha! Na fasza. Edit Adri, hogy van-e még egy? Hogy ne lenne? Többet is tudnék mondani. Hagysz egy kis időt gondolkodni. De vannak nagyon jó sorozatok, persze. Mondjuk, ami hasonló, az nem nagyon. Nagyon egy egyedi sorozat. De van, amúgy.
Na, megint beletoladtam itt a bandába. Hát igen, Marboy, ez világos, csak... beletulattam. Figyelni kell. A két emlemi is olyan, hogy... koncentrálni kell nagyon. Jó, megyünk tovább. Hát nem tudom, hogy ez tűze vagy nem. Valami olyasmi. Na gyertek.
fel kell kettő. Pont beadta neki. Nem baj, meg lesz, meg lesz. Egyszer csak. Nem figyelek. Jó lesz ez egyébként. Tényleg koncentrálni kell egy kicsit jobban. Na most meg lesz, érzem.
Az mi volt? Ez mi volt? Hát jó. Ó, közben Szeptenz. Nagyon szépen köszönöm a raidet. Szevasztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Tanulni lehetnek, hogy hogy bénázok a Dark Souls-ban.
Köszi, Septens. Na, még egyszer megpróbáljuk, aztán most már kezd beesteledni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy le is zárjuk. Tehát még egyszer megpróbáljuk. Ha mondjuk ebbe igazad van, Shadit Adri, lehet, hogy ez a gond. És megy mellettem két gép. Meleg van. Mert nem koncentráltak. Úgyhogy tényleg itt most meg is állunk, mert kezdek el fáradni, úgyhogy folytatjuk meg mindenképp, mert amúgy tetszik a játék, tehát szerintem szuper. Azt még nem tudom, hogy mikor, de mindenképp folytatjuk. Kicsit alakítok majd a setupon, már bugol a háttér, meg itt a szék, meg na mindegy, szóval ide még egy kicsit állítok majd, most egy picit variáltam ugye múltkor óta, múltkori óta, de mindegy, javítunk majd ezen. Oké, és na, úgyhogy én tényleg megköszönöm a kitüntetőt, köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltatok. Tényleg biztosan folytatjuk még ezt, mert tényleg tetszik a játék, csak hát igen, ahogy mondták, ez egy nehéz játék. Jó, úgyhogy tényleg nagyon szépen köszönöm a szubokat, csíreket, donéteket, rédeket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Lesznek streamek, most már úgy viszonylag rendszeresen, de legfeljebb heti kettő, legalábbis ami a játék streameket illeti, és időnként lesz programozás is, ugyanis a fél év során kértetek pár ilyen programozási dolgot, ilyen Twitch API-os dolgokat, chatbot, ez az amaz, meg kisebb-nagyobb feladatokat, illetve kértetek még játékokat is, azzal is fogunk játszani. Szépen, ahogy haladunk, úgyhogy mindenképp lesz, meg ahogy megijedtem, fogok siege-ezni is. Hát ott az alapvetően azért lesz nehéz, mert egy multiplayer game. De mindegy, majd meglátjuk, hogy alakul. Jó, szóval még egyszer
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legyen további szép napotok, kellemes estétek. Szevasztok!